Jókai Anna kapta idén a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Az írónő azt mondta, az a legjobb dolog az életében, hogy ebben a változó és anyagias világban megmaradt az olvasó közönsége. Mint amint ma Litvánia halad. Irigykedve beszél. Mi magyarok ma azért küzdünk, hogy ugyanazon az ösvényen haladhassunk, mint amint ma Litvánia halad. Irigykedve beszélt Orbán Viktor a balti ország sikereiről. A miniszterelnök szerint a litvánok nem tudják, milyen szerencsések, hiszen államadósságuk 40% alatt van. A kormányfő azt mondta, követendő példa, amiért harcolni kell. Az önök 38%-a az maga a szabadság. Ezért mi naponta folytatunk egyfajta szabadságharcot, hogy le tudjuk hozni az államadóságot az 50% alá, ahol már biztonságban. És semmi.